to the McDonald's, honey. Hold on. Yeah. Adod át, honey. Túl elfáradtok, legjobb lesz a gyerekek, kicsit lesz a gyerekek. Teszem most. Nézzetek már összegúrban, szólótól, nem jó, aztán a hendelő a szállt egy szállt, amikor teszem most mondom, hogy közel a hendelő, teszem már az előtt, nem tettem, de most már jó. Tudatosan a bábjátékkal a Bábszínház stúdiójában kezdtünk el foglalkozni, még ez a 80-as évek elején volt. Kovács Gézával, később Rumi Lacival gondolkodtunk egyrészt a cirókán, hogy milyen legyen az arculata, és nyilván nem voltunk felvértezve azzal a tudással, sem elméleti, sem gyakori tudással, ami rögtön ebből formát lehetett volna ebből önteni, ebből a nagy vágyból és akaratból és intenzitásból. És aztán az ember a sok-sok fellépés, hiszen azért elég sok helyre jutottunk már 80-as évek közepén, a piros útlevél időszakában, főleg Kelet-Európában nyilván. Láttunk fesztiválokat, nagyon érdekes utcaszínház előadásokat, vásári játékosokat, és hát találkoztunk Kovács Ildikóval, aki tulajdonképpen egy alternatívát jelentett számunkra a Budapest, vagy akkor még az Állami Bábszínháznak a listálójához képest. Szóval jött az Ildikó, és akkor azt mondta, hogy vásári bábjáték. Az az első, abban kóstolunk be. Van egy kemény Henrikünk, akit hát ismertünk, de tulajdonképpen más szemmel kezdtük el nézni. És akkor tulajdonképpen ő döbbentett rá arra, hogy ennyi mekkora érték, meg ez a műfaj mekkora érték, és akkor ez úgy végigkísért. Persze sok minden mást is csináltam, de a Vitéz László az mindig ott kucolgott a bábos ládámban. Me Vészló, mit mondtál? Lucifer, Kröplosz! Jó napot kívánok, kezét csukálom, tessék már kijönni! Mondom, jó napot kívánok, kezét csukálom, kijön már ki! Ez egy megélhetési forma, ez nem is egy műfaj a vásári bábjáték, de igen, hiszen van egy karakterkészlete, van egy játékkultúrája, vannak történetei, toposz történetei, tehát valaki ez megmozdítja ezt a világot, ezt a több évszázad alatt kicsúszolt formát, akkor igen, hat. Ugyanúgy fog hatni. Még akkor is megbocsátja a közönség, hogy kicsit ügyetlen valaki, tehát nem teljesen kész még a játékos, de már ezt a fajta alázatot, ezt a fajta játék örömöt és vele való találkozás is ugyanolyan öröm a közönség, hiszen az idősebb ráismer egy már korábbi élményére, a gyereknek pedig egy önfelett játék, hogy egy kicsi figura, ami tulajdonképpen egy idézőjele az embernek, egy nagyon eltúlzott arányokkal dolgozó, egy grotesz formája az embernek, az nagyon mókás tud lenni. Egyszerre felnőtt és egyszer 5 éves. Egyszerre aggasztján, egyszerre néha csecsemő szinten, egyszerre rendkívül a harsány elemekkel dolgozik, másrészt még ilyen is nagyon furcsa gondolatai vannak, amit talán még filozófikus értelmek ezért is nyerhetnek. Berozsásodott a malomkerék! Fújjátok csak meg egy kicsit! De ne visszafelé, jó? 1, 2, 3! Ez jó lesz? Most egy picit több figyelmet, több energiát kap ez a műfaj, a jelesebb, fiatal, energikus bábjátékosoktól. Tehát rácsodálkoznak erre a dologra. Nem is, hogy rácsodálkoznak, inkább azt gondolják, hogy ahhoz, hogy ők nagyszerű színészek legyenek, vagy kiteljesedjen az ő bábszínészi képességük, ahhoz fontos egy ilyen feladat, egy személyes, egy one-man show, hogy divatos kifejezéssel éljek. Tehát, hogy egyedül uralni 7-8-10 karaktert, folyamatos, intenzív, élő kapcsolat a közönséggel, és valóban egy emberen belül lesz megvalósítani. És mondom még egyszer, a közönséggel, tehát ez egy nagyon érdekes kis játék lehetőségek vannak. Ez egy nagy kihívás. Szerintem is a bábjátéknak a csúcsa, tehát egy bábszínész számára ez az egyik legfontosabb megmérettetés és iskola.
Tehát nem biztos, hogy ő egy nagy vásári báb játékos lesz, de hogy nagyon sok mindent megtanul erről a műfajról, az egész biztosan. Szia! Yeah! Jó, hogy jó kedvet, csak nekem van rossz kedvem, sajnálom. Az az igazság, hogy van egy titkom, amit nem szabad elmondanom, csak annak, aki tud titkot tartani. Nem fogok ki, hogy